Lassan 30 éve foglalkoznak gyerekrehabilitációs tevékenységgel a Győri Alapítványnál, ahova szülői kérésre vagy orvosi beutalóval fordulhatnak a rászorulók. Az intézet helyi vezetője elmondta, hogy létfontosságúak ezek a támogatások a szervezetnek, és igyekeznek mindig a legfontosabb dologba investálni a juttatásokat. Azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hiszen ezt a működtetést civil szervezetként nem csak működtetni, fenntartani folyamatosan, az nem egy könnyű dolog. És hát az egy százalékot mindig arra költjük, ahol a legnagyobb szükség van. Ha kell, akkor a gyerekellátásra forgatjuk vissza, ha kell, akkor a fejlesztő eszköz eszközparkunkat cseréljük ki, hiszen a 30 év alatt leamortizálódnak, tönkre mennek. De hát ha kell, akkor éppen a Gézengúz amit van a Liget utca 1-ben, annak a felújítására, karbatartására forgatjuk vissza. Nullától 5 éves korig fogadják a gyermekeket az intézetben, és naponta rengeteg kisbeteg fordul meg náluk. A tavalyi felajánlásokból a gyermekellátásra fordították a befolyt összeg nagy részét. Alapítványunk egész Magyarországon megtalálható öt intézményben, és az 1 százalék olyan 5 millió körül szokott lenni az utóbbi években. Ebből két millió az, amit tavaly a győri intézetünk megkapott, úgyhogy tavaly a gyerekellátásra forgattuk vissza, hiszen a Covid idején fölöltük a tartalékainkat, úgyhogy erre kellett fordítani. Idén a tönkrement kazánt szeretnék elsősorban helyrehozni az alapítványnál, melynek cseréje másfél millió forintba kerül. Idén valószínűleg a kazán projektünkre fogjuk költeni, hiszen a 30 éves Gézengusz háznak a kazánja tönkrement, úgyhogy ezt kell kicserélni. Nagy a költségvetése, bár vannak támogatásunk, de az 1 százalék elengedhetetlenül szükség lesz. A bevallási határidő 2020. május 20-a, addig még bárkinek van lehetősége arra, hogy benyújtsa bevallását és rendelkezzen adója 1 plusz 1 is.